Most egy új festőszert szeretnék nektek bemutatni, a lengyel reneszánsz cégnek a Fluix médiumát. Ez egy alkidgyanta alapú festőszer. Nagyon hasonlít a már hazánkban ismert Winsor & Newton cég Liquin Original nevű alkidgyanta alapú festőszeréhez. Szerintem annál kellemesebb a szaga, mert nincs úgy tele oldószerrel. Ezért talán kevésbé irritálja az arra érzékenyeket, illetve az ára is némileg olcsóbb, és hatékonyság szempontjából pontosan ugyanolyan jó, amit viszont még jobbnak tartok, mint ami a Liquin Originalnál, hogy ennek sokkal sűrűbb az állaga, tehát hogyha én akarom, hogy hígabb legyen, akkor tudom hígítani, de alapból egy kicsit sűrűbb állagot kapok, mint amilyen a Liquin Original volt. Úgyhogy minden szempontból úgy gondolom, hogy ez egy kicsit hasznosabb anyag. Most egy kis bemutatót csinálok, hogy mi mindenre jó egy ilyen festőszer. Ugye azt tudjuk, hogy alapvetően az alkidgyanták arra valók, hogy a hagyományos festőszereket lehet vele helyettesíteni, illetve hagyományos festőszer receptekhez hasonló festőszereket lehet vele létrehozni, tehát különböző keverékek komponenseként szolgálhat. Az alkidgyanta egyik fő előnye, hogy egyik napról a másikra megszárad, minden olajfestékkel tökéletesen kompatibilis, viszont hogyha ezt használom festéshez, akkor a másnapra száraz lesz a képem, majdnem biztos, hogy tapintásra száraz. Esetleg a vastagabb részeknél ott lehetnek még kis nedvesebb részek, de a két nap múlva az is teljesen száraz lesz. Most itt azt csináltam, hogy egy kis Fluix médiumot összekevertem egy kis titánfehérrel, és fölkenem erre a régi tanulmányomra. Itt most azt láthatjuk, hogy milyen jó, hogyha egy anyag tixotróp, ez ugyanis tixotróp. A tixotrópia azt jelenti, hogy egy ilyen anyag zselés állagú, és hogyha elkezdjük kenni, akkor szabadon kenhető, szabadon áramlik, viszont hogyha megállítjuk az ecsettel az anyagnak a mozgatását a felületen, akkor ott marad, ahol hagytuk, tehát nem kezd el folyni. Ugye tudjuk, hogyha most olajfestékkel, festőszerekkel, lenolajjal, terpentinnel vagy ilyen alapú festőszerekkel higítanánk a festéket, akkor ez elkezdene folyni a felületen. Hát ez nem folyik, mégis áttetsző. Hiszen ugye sokszor áttetsző, lazúros réteget szeretnénk produkálni, ezért hígítjuk az anyagot. Viszont meg kell küzdjünk az ilyen problémákkal, hogy esetleg az elkezd folyni. Na, ennél az anyagnál, mivel ez tixotróp, ezért nem fog folyni, mert amint megállítjuk az ecsettel a mozgatását, akkor ott marad, ahol hagyjuk. Most egy fél percet így függőlegesen pihen, és megnézzük, mi történt. Még mindig nem kezdett el folyni, még az ecset nyomokat is szépen őrzi. Ez az anyag egyébként ad egy, hát látható, hogy milyen szépen ott marad, ahol hagytuk, idézőjelbe. Ez az anyag egyébként egy kellemes kis selyemfényt ad a képünknek, tehát ugye ez egy szintetikus gyanta, az alkidgyanta, de hasonlóan viselkedik, mint a hagyományos gyanták, tehát ad egy kis fényt a képnek, illetve gyorsítja a száradást, és hát mivel hogy nincs benne alapból olaj, ezért egy soványabb festőszernek számít, ez is fontos lehet. Azonban valaki szereti, hogyha hígabb az a festőszer, ez sem akadály, hiszen a Fluix médium, mint mondtam, festőszer komponensként is működik. Most itt éppen egy-egy arányú keveréket készítek, hidegen sajtolt lenolajjal és Fluix médiummal. Amerikában ismert több olyan művészfestékgyár, ahol készítenek ilyen hasonló festőszereket. Az M. Graham és a Gamblin cég is forgalmaz olyan festőszert, ami lenolaj és alkidgyanta keverékéből áll, és hát a külföldi tapasztalatok nagyon jók, a nyugati festők nagyon dicsérik az ilyen anyagokat. Hát most én is egy egész egyszerű módon elkészítek egy ilyet, hiszen annyi az egész, hogy lenolajjal jó alaposan összekeverjük. Most, hogyha ezzel higítom tovább ezt a festéket, akkor látható, hogy most még átlátszóbb lett, illetve egy kicsit hígabban folyik, de még mindig hajlamos megőrizni az ecsetnyomokat,
még mindig nem annyira rogyik, nem annyira folyik, mint egy hagyományos festőszer. Egy kicsit azért itt már látható, hogy már egy picit úgy jobban megereszkedett, de hát ugye mi a célunk, attól függ, hogyha ez jó nekünk, akkor keverjük olajjal, hogyha nem jó, akkor mondjuk használhatjuk hagyományos módon önmagába, hogy az első felfestésnél mutattam. Tehát itt jól látható, hogy ez se nagyon folyik, pedig a fele olaj a keveréknek. Az anyag még további recepteket is lehetővé tesz. Minden receptet, amit én most itt bemutatok, egyébként elkészíthetnénk simán lenolajjal is, tehát nem lenne fontos, hogy ezzel a Fluix festőszerrel keverjem. Azonban így, hogyha ezzel keverem, akkor sokkal gyorsabb lesz a száradási idejük, ami akkor fontos, hogyha egyik napról a másikra dolgozunk. Most szilika géllel, vagyis izzított szilícium dioxiddal keverem, amit patikába vettem, ott lehet kapni. Ez egy ilyen kristályos szerkezetű, nagyon finom por alakú áttetsző, ilyen üvegszerű anyag, mint hogyha ilyen üvegpor lenne. Az a tulajdonsága, hogy 600% folyadékot képes magába szívni, és maga is egy ilyen zselés állagot vesz közben fel. Nyilván minél több folyadékot adunk hozzá, annál kevésbé lesz zselés, de mindenképpen, hogyha a megfelelő optimális arányba keverjük, akkor egy ilyen kemény zselét is tudunk vele készíteni. Most itt arra gondoltam, hogy nem eléggé testes még nekem a Fluix Medium még így önmagába se, ezért még tovább egy keményebb zselét, egy keményebb kocsonya állagot készítek, és ezért teszek hozzá ilyen szilika zselét. Egyébként, hogyha veszünk egy olyan festőmédiumot olajfestékhez, aminek mondjuk az a neve, hogy kristálymédium, vagy ilyen hasonló fantázia neveken van, vagy zselémédium, az is valószínűleg lenolajból és ilyen szilikából áll. Esetleg még tartalmazhat némi ásványi oldószert, vagy szárítót, vagy az is elképzelhető, hogy némi alkidgyantával gyorsítják azt is. Tehát egy nagyon hasonló keveréket kaphatunk, csak én ezt egyszerűen gyorsan és olcsóbban itthon elő tudom állítani. Ezt, amit most csináltam, ezt azért tettem, hogy úgy tegyem áttetszőbbé a festékemet, hogy közben ne veszítsek semmit annak a testességéből, sőt, majdnem, hogy még plasztikusabb lesz, mint eredetileg. Most ezt meg is tudjuk itt nézni. Tehát oda kenem a festőkéssel a felületre, és látható, hogy ott maradnak azok a formák, az a jó vastag, testes, pasztózus réteg, ahogy oda teszem, ott marad, oda ragad, mintha valami kenős lenne, de mégis, ha kivékonyítom, akkor teljesen áttetsző, hiszen a szilika az egy áttetsző anyag. Tehát látható, hogy mennyire áttetsző, és mennyire sűrűn is lehet használni. Persze ezt nem lehet a végtelenségig vastagítani, ez nem arra való, hogy mondjuk több centi vastag réteget képezzünk, de egy ilyen pár milliméter vastagságot minden további nélkül csinálhatunk vele. Ez teljesen jó lesz a képen. Most egy kicsit elkenem ecsettel, illetve az ecsetben lévő folyadékkal keveredik a felületen, de így is látható, hogy milyen jól őrzi az ecset nyomokat, és hogy nem indul meg, nem folyik, mégis áttetsző az anyag. A másik keverék, amit nagyon szeretek használni festéshez, az az úgynevezett git médium. Ezt egyébként hagyományosan lenolajból és velencei krétából készítik. Rembrandt, illetve Velázquez is bizonyítottan használta a munkáinál. A kisé pasztózusabb képeiket és különleges effekteket ilyen git médiummal, vagy más néven kréta médiummal készítették. A művészellátókban lehet kapni elég olcsón ilyen velencei kréta nevű fehér port. Ez szintén egy, bár így fehér, poralakban fehér, de nagyon áttetsző. Tehát ez nem egy ilyen fedő pigment, mint mondjuk a titánfehér, hanem ez egy olyan anyag lesz, ami fehérnek tűnik, de annyira áttetsző, hogy alig módosítja a színek eredeti intenzitását. Emiatt lehet vele nagyon jól dolgozni, mert viszonylag nagy mennyiséget hozzá lehet úgy keverni a festékhez, hogy nem módosul jelentősen annak az eredeti színintenzitása. Ezt lehetne csinálni olajjal is, most teszek hozzá még
higításképpen egy kis ilyen Fluix-szal kevert olajat, vagy akár tisztán ilyen Fluix médiummal, vagy ilyen keverékként is, hogy Fluix médium plusz olaj. A lényeg az, hogy jól össze kell dolgozni, és egy nagyon érdekes, ragadós, nyúlós anyagot kapok, ami majdnem úgy viselkedik, mint amikor megpróbáljuk a mézet így, kihúzzuk a mézes csuporból a kanalat, és ilyen hosszasan, ilyen szálasan képes elnyúlni. Na, ez az anyag is hasonlóan viselkedik. Ez lehetőséget ad különleges képi effektek létrehozására, illetve hát amit mondtam, hogy rendkívül áttetsző, tehát hogyha ezt használjuk mondjuk a valamilyen színnek a világosítására, akkor nem fogja úgy megölni, mint mondjuk a titánfehér. Na, jól összedolgozom, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez az anyag. Már látható egyébként, hogy egy kicsit úgy, ez is szépen ott marad, ahova teszem itt a, hát a vízszintes felületről persze ez még nem derül ki, de most itt a függőleges felületen megmutatom. Tehát először is figyeljük meg, hogy szintén ez egy áttetsző anyag, és hogy milyen hihetetlenül érdekes, vékony kis effektusokat tudunk vele produkálni. Teljesen így elnyúlik, elvékonyodik, és ilyen kis szálakat tudunk kihúzni belőle. És ha közelebbről megnézzük, látjuk, hogy ez kiemelkedik a felületből, tehát plasztikus, mégis vékony. Tehát ezt szinte semmilyen más anyaggal ezt nem tudnánk elérni. Ehhez ez a kréta anyag kell. A Fluix médiummal való keverésnek köszönhetően pedig ez holnapra már teljesen száraz lesz, úgyhogy akár még egy réteget rá tudok festeni, mondjuk egy lazúros réteget, és így minden nap képes leszek egy újabb festékréteget kenni, és már mindig egy megszáradt festékrétegre dolgozhatok. Most adok hozzá még titánfehéret, és akkor ezzel is összedolgozom. Most itt ebből az fog kiderülni, hogy még mindig hasonló lesz a hatása, mint az imént, de látható, hogy hát nem annyira öli meg a szint, tehát ugye ebben van most titánfehér is, meg krétamédium is, hoppa, az ecsetem leesett. Ez egy ilyen, szeretem ezt az ecsetet, de meg kell ragasztam. Tehát egyszerűen összekeverjük ezzel a kis színnel, a fehérrel, és most meg tudjuk nézni, hogy szépen teli, de ha elvékonyítjuk, akkor itt is látszik, hogy mennyire áttetsző. És ez is egy kicsit tixotróp, tehát ennek a kréta médiumnak is van egy enyhe tixotróp hatása, és nézzük meg, mennyire áttetsző vékonyan festve. Tehát a sötét réteg nagyon szépen átlátszik alóla. Itt is maradnak az ecsetnyomok, és ugyanakkor ki tudtuk higítani vele a festéket, és finoman, diszkréten tudtuk módosítani a szint, világosítani anélkül, hogy jelentősen az intenzitását megöltük volna. Mondjuk, ha tiszta titánfehérre csináltuk volna, akkor ez még pasztelebb, még sárgább színű lenne. Szóval láthattuk, hogy ez egy 15 perces videó, de itt most én pillanatok alatt egy megfelelő mennyiségű, akár ez egy festéshez nagyjából elegendő anyagot produkáltam, és igen, változatos anyagokat. Tehát 3-4 féle festőszert készítettünk, aminek mindez a Fluix médium az alapja. Most kenek még oda egy kis titánfehéret, hát ez nem fog látszani, mert igazság szerint ezt a hangfelvételt később vágtam a kép alá, és ez volt itt egy kis beállítási hibám. Majd talán utána készítek egy fotót róla. Szóval csináltunk egy szilikagéllel módosított git médiumot, csináltunk egy lenolajjal higabbá tett Fluix médiumot, ami még mindig így tulajdonképpen egy kicsit testesebb és nagyon gyorsan száradó lenolajjá változott ezáltal, és ráadásul soványabb, mint a sima lenolaj, hiszen az 50%-a lenolaj csak az anyagnak, az a zsíros olaj, a másik 50%-a ez az alkilgyanta, ami nem zsíros, ezért soványító hatással bír. Ugye ez főleg a kövérebbet, a soványabbra elv betartása miatt fontos, amit már korábbi cikkekben itt a blogon tárgyaltunk. Hát itt látható,
akkor különböző anyagok. Mindannyian ismerjük, hogy a szikkatívok, a szárítók, azok káros hatással bírnak a festékekre, hiszen repedéseket okozhatnak, ha túladagoljuk. Na most ez a Fluix médium ilyet nem csinál. Ez nagyon gyorsan száradóvá teszi a festékünket, ha ezzel dolgozunk, de nem fog repedéseket okozni, nem tudjuk túladagolni, és festőszereket is tudunk vele készíteni. Hát, szóval én mindenkinek meleg szívvel javaslom, hogy próbálja ki. Szerintem érdemes. Valószínűleg akik érzékenyek az oldószerekre, ők is sikeresen tudják használni, mert nem kellemetlen a szaga, és én nem tapasztaltam semmilyen irritáló hatást az anyagnál. Míg a Liquin Originalnak van egy kis irritatív, erős kipárolgása, ennek semmi ilyesmi nincs. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, sziasztok, és jó festegetést kívánok mindenkinek!